Sziasztok! Én Kovács Ilona vagyok, és ez itt az Igazságok, Szex, Kapcsolatok YouTube csatornája. Mindenkit üdvözlök nagyon nagy szeretettel és tisztelettel az oldalamon. Folytatom azt, már sorozat lett ebből is, miszerint hogyan elégíts ki egy nőt, és már negyedik része. Most szintén egy nagyon jó tippet szeretnék nektek átadni, amely nagyon jó, nagyon élvezetes, nagyon hatásos, és mindkét félnek kényelmes. Tehát azért törekedjünk itt a minőségre, a kényelemre, és ilyenekre. Tehát nem kell itt halára fárasztani magatokat, mert a szexualitás nem erről szól. Például. Helyezd föl a partnered, feleséged, ugye nő szeméről van szó, mondjuk a konyhaasztalra, a legjobb hely egyébként. Tehát ugye őt felfekteted négy kézláb a konyhaasztalra. Te ülsz a széken, ugye, mintha, hát most más tevére ezt mond, mert ez egy borzasztó kényelmes póz. A férfinak is, ugye, hiszen orálisan fogja kényeztetni majd a hölgyet, a hölgy pedig olyan kényelmesen el tud helyezkedni, és tud felpucsítani, úgymond, amennyire csak tud, és amennyire csak neki kényelmes. Apropó, ha kemény az asztal, nem probléma, mert kispálnát is lehet a térdek meg a könyök alá tenni, jó? Tehát azért legyetek egy kicsit kreatívabbak, jó? Vagy akik már próbálták, azok tudják. Na de, hogy miért jó ez a fajta orális kényeztetés a hölgynek, azon kívül, hogy mindkettőtöknek kényelmes lesz, és senki nem fog kifáradni. Hiszen, amikor a hölgy ebben a felpucsítós kutyapózban van, akkor tudsz igazán úgy hozzáférni a magához, a csiklóhoz, illetve beszéltem már a csikló makiához. Hiszen, hogyha másképp érintkezik a nyelv a csiklóval, az másféle intenzitású, izgalmi helyzeteket tud kiváltani. Mert másképp érzi a hölgy, amikor fekve van, más a hatás oldalról, és más a hatás, úgymond, hátulról. Viszont ezt nagyon szeretik a hölgyek, és ez nagyon-nagyon jól tud esni, hiszen a férfi nagyon kényelmes pózban, nagyon intenzíven tudja ott azt a területet, a legfontosabb területet, a női orgazmus mindenét, a klitoriszát és a csikló makját ingerelni. És amikor már a hölgy a maximális csúcson van, hölgyeim, akkor nagyon, tehát amennyire csak lehet, és amennyire csak tudjátok, nagyon nyomjátok fel a feneketeket, azaz nagyon erősen pucsítsatok be, és a felső testeteket helyezzétek nagyon lefele, mondom, hogy miért. Mert ha ebben a pózban a kedves úr feláll a konyhaszékről, és beléd hatol, érinteni fogja, tehát a hímvessző alsó része tudja érinteni a te csikló makkodat. És ugye ezzel a kibedörzsöléssel óriási élvezetet, orgazmust, ejakulációt lehet átélni. És még egyszer mondom, ez mindkettőnek kényelmes, és mindkét félnek nagyon jól tud esni. Ma ezt a tippet szerettem volna nektek átadni. Köszönöm, hogy meghallgattok, fogadjátok meg a tanácsaim, írjátok meg a véleményeiteket is. Hamarosan jövök. Sziasztok!